Tamás, megkezdődött az idei kézilabda szezon. Úgy tudom, hogy van változás a csapatodban, mondaná róla pár szót. Természetesen, hát változás annyi, hogy azért a keret változott, tehát úgy mondom, hogy középső posztokon ugye eligazolt néhány eddigi meghatározó ember, úgy gondolom, tehát akik mérkőzésre mérkőzésre tavaly szerepeltek, hogy stabilan a csapatban, helyettük fiatalokat hoztunk fel a csapathoz. Hát a múlt mérkőzésen, az első bajnokin ők nem jutottak szerephez, illetve a mai mérkőzésen is elég keveset, hát őnekik is bele kell erősödniük ebbe a férfias küzdelembe vagy mezőnybe, úgymond. Azt mondom, hogy csapat összetételét tekintve ugye kapusposzton, szélső poszton, illetve beálló poszton rendben vagyunk, ugye a belső embereknek a posztján ott van némi kis hiányérzet, ami meghatározza ugye a csapatunknak a támadójátékát, a variációs lehetőségeket, illetve a védekezést, hogy ki jól tud védekezni. Tehát azzal magyarán, hogy a tavalyi középső három posztra, ugye, ahol volt eddig hat ember, most van három, illetve azt mondom, hogy talán négy, azért az beszűkíti a lehetőségeket, mondom, támadás-védekezésbe erősen. És ugye az első bajnoki mérkőzésünkön is kiderült az, hogy középső posztokra elég nehéz frissíteni, úgymond, vagy úgy elosztani a terhelést, hogy a mérkőzés végére az a középső három poszton szereplő játékos ne fáradjon el. Hát a Vadkerti Tóth Attila ugye, hát tavalyhoz képest ugye hiányzik a játékunkból mindenképpen, de hát nem csak ő természetesen, amiket említettünk, ugye a három ember távozása azért érzékenyen érint minket, ugye. Hát az Attilánál ugye azt tudni, hogy a házi gólkirály volt, úgyhogy ugye egyébként messziről érkezett, tehát ugye Kiskó hasonló ide járt edzésre. A munkarendje úgy megváltozott, hogy annyit nem tudott volna velünk lenni edzésen, velünk készülni, mint amennyit a tavalyi évben, úgyhogy hát a vezetőség úgy döntött, hogy így nem tart rá igényt. Örültem volna, a játékban itt van egyébként, tehát ezekben a helyzetekben, hogy biztos, hogy bővültek volna a lehetőségeink, meg hozzátette volna a 4-5 gólját mérkőzésenként, akkor ezek azért máshogy dőlnek el, ezek a kérdések, ugye az 50. perc környékén nagyjából, illetve hát akár bajnoki mérkőzésre is beszélünk, ugye ott is ez volt a probléma, tényleg, amit mondtam, hogy szinte egyszerre fáradt el a középső posztokon szereplő játékosok, olyankor már azért nehéz hozzátenni, tehát most persze meg lehet lépni azt is, hogy ügyes szélsőink vannak, akkor valamelyik szélsőt behozom belső posztra, de hát akkor ugye már a védekezés sérült, tehát akkor már az már nem ugyanaz, mintha, és akkor ebbe belekényszerítjük magunkat természetesen, akkor az már a csapatnak az egységét azt azért elég rendesen megmondja, hogyha olyan összeállításba kell pályára lépnünk, ami egyébként sem megszokott, meg egyébként sem fizikálisan alkalmasak rá az emberek, és ugye az a védekezés az alapja a kézilabdának, tehát hogyha az nincs meg, akkor az úgy nehéz. Tehát azért mondom, támadásban vannak ügyes emberek, jó szélsőink vannak, én azt gondolom, középső posztokon ugye van egy kis ilyen érzetem, ott még a fiataloknak tényleg fejlődni kell, a Martinnak is be kell épülni, hogy aki Pápáról érkezett, ő az egyetlen, aki ugye jött hozzánk, illetve hát, hogy a ajkai fiatalok ugye följöttek Lespicrobi megyeiből, illetve Kisbeni, Szimicsek Dani, tehát ő nekik még azért ebbe bele kell érni, ebbe a mezőnybe, biztos lesz olyan mérkőzés, amikor majd ők is plusz tudnak hozni, egyelőre egy azt mondom, jó átlagot hoznak, ez egyelőre hullámzó, ez reméljük majd pozitívan fog változni mérkőzésre mérkőzésre. A Magyar Kupa első fordulójában az első mérkőzését láthattuk talán, és egy elég izgalmas mérkőzésen vagyunk túl ma, hiszen az első fél időben végig partiba voltunk, illetve elmentek 4-8-ra, és 4-8-ról feljöttünk 9-9-re, és végül 15-15-tel fordultunk a fél időbe. Én azt gondolom, hogy aki kilátogatott ma, azért az egy szép kézilabdát láthatott a hibák ellenére. Így van, én is azt mondom, hát kértem az öltözőbe, ugye fél időben, hogy szokták mondani, hogy nem maradjunk az öltözőbe, hát ugye mindjárt úgy kezdtük az első fél idő után a másodikat, hogy három eladott labdánk volt, tehát így nem tudtuk lövéssel se befejezni a támadást, tehát nem jutottunk el odáig, türelmetlenek voltunk, hamar akartunk megoldani, úgyhogy volt három eladott labdánk. Szerencsénkre ezt nem tudták annyira kihasználni, mert tényleg azt hiszem néztem, a 12. percből ők 4 gólt lőttek, 12 perc alatt mi a 2-t, tehát ez nem túl sok. Múltkor láttam egy emlékezetes olyan mérkőzést, ahol 12 perc alatt 17 gól volt, tehát itt meg 6. Ezzel nincs is probléma, viszont az látszott, hogy ott egy kicsit megpróbáltunk egyéni megoldásokat keresni, megpróbáltunk belecselezni, abból előny kiharcolni, ők azért elég masszívak voltak ilyen úgymond védekezésbe. Azt mondom, hogy talán nem is mindig egyformán ítéltek a játékvezetők, szerintem ez nem csak az én véleményem volt, tehát ilyen különösebben 2 perceknél faltoknál
messzúzásoknál meg főleg, tehát ez egyértelműen beálló játékot, azt abszolút nem egyformán ítélték meg, tehát hanem inkább ilyen találnóra, nekem úgy tűnt, tehát most nem ez nem kritika, tehát az edző nem akkor kritizálja a bírókat, tehát nem fogjuk senkire a vereséget, egyetlen mérkőzés után mi megkeressük magunkba a hibát, de azért, hogyha egy játékvezetés olyan, amikor nem egyformán ítélnek meg szabálytalanságot egyik meg másik oldalon, azért az azért rányomja a bélyegét a mérkőzésre, tehát itt azt mondom, hogy a beálló poszton itt nem egyformán ítélgettek, ott a Petinek volt nyilván egy kipattanó, kilökték a labdal a másik oldalon, a beálló mezrántással, illetve hát szabálytalan zárással szerezte meg a labdát, mégis megadták gólt, sőt nekünk adtak 2 percet, tehát azért ezek elég erős ítéletek, amik a végén azért a végjátokba kijönnek a különbségbe, tehát azt mondom, hogy partiba voltunk végig, talán egy 2-3 gólos különbség, azt mondom, hogy le a kalappal. Ez, ami a végére kialakult, ez egy kicsit így a mai meccset nézve túlzottnak gondolom, de én azt mondtam a srácoknak tényleg megint, hogy le a kalappal, mert amíg erővel bírtuk, addig tényleg jól küzdöttek meg ez egy jó felkészülés nekünk mindig egy következő bajnokira, amikor egy erősebb ellenféllel játszunk egy jó iramú meccset. Reméljük, hogy ez majd a hétvégén talán kamatozni fog, az se lesz egyszerű. Pont ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag ezt felfoghatjuk felkészülő mérkőzésnek is a hétvégi bajnokira. Amúgy a játékvezetést a közönség is elég erőteljesen kritizálta, pláne a vége felé. Mind a két oldalról hallottam, hogy jelezték a játékvezetőnek, hogy ne ő akarja eldönteni a mérkőzést. Majd eldöltik a srácok a pályán. Viszont ha már a védelmet említetted, én megemlíteném a kapusodat, aki fantasztikus teljesítményt nyújtott a mai nap, hiszen több 7 méterest megfogott. Sajnos itt az utolsó percekben volt egy olyan védése, amikor látszott, hogy a kezén keresztül ment a labda. Tehát az is benn volt a kezébe, de kiment. Itt kérdezte is talán az erős Peti tőle, hogy mi történt. Így van, hát Máté most jól készült a meccsre ezek szerint fejbe, úgyhogy jól oldatotta magát, jól is sikerült neki. Láttuk, hogy az első fél időben, ugye látták a kapusok egymás között is, ugye az első fél időben jól ment neki, úgyhogy ezért vállalta a második fél időt is. Ugye a kapus az egy más poszt, azt érzik mindig fejbe, hogy egyrészt megvan gondolom a sorrend, hogy ki az, aki következik, vagy elvállalja a mérkőzést, úgy is készül a mérkőzésre. Aztán, hogyha esetleg valami nem stimmel, vagy nem megy, azt úgy is érzik saját maguk. Nem hiszem, hogy ebből probléma lenne náluk, tehát ők próbálják egymást segíteni mérkőzésre a mérkőzésre. Most a Mátéra került a sor, és azt gondolom, hogy jól állt bele ebbe az egészbe. Úgyhogy nem is voltunk rákényszerülve, hogy mást föltegyünk a pályára, majd valószínűleg a következő mérkőzés lehet, hogy máshogy lesz. Az a lényeg, hogy mindenki tűzbe legyen a kapuba is, tehát azt jelenti, hogy azért kell meccseket játszani ahhoz, hogy bármikor be kell szállni, ha valakinek nem megy, akkor hozzá tudjon tenni. Tehát ez Mátéban most ma egészen jól benne volt, de mondom, a kapusposzton nincsen problémák, úgy gondolom, mert 3 jóképességű más stílusú kapusaink vannak, tehát az azt mondom, hogy erősségünkre is válhat a kapusposzt. A többi meg megoldásra vár. Mikor láthat benneteket legközelebb az ajkai közönség? Hogy tudom, szombaton? Igen, szombaton este 6-kor játszunk a Nemesvámos gárdájával. Ugye hát ott tavaly még bajnokok ligájába játszó ellenfelek rohangálnak, tehát a Gulyás Péter és az Iváncsik Gergő fog úgy néz ki, hogy itt pályára lépni ajkán. Ugye ők az első fordulóban közvetlenül utánunk játszottak Veszprémben, ott nyertek is azt hiszem 2-vel, tehát ők most győzelemmel kezdték a bajnokságot ellentétben velünk. Reméljük, hogy meg tudjuk hozni pozitívan ezt a mérkőzést, és nem tisztelik meg őket annyira, hogy ajkáról elvigyék a pontot, hanem egy egyenlő feltételek mellett egy jó kiki mérkőzést tudunk játszani, mi erre készülünk. Reméljük, hogy pozitívan is vesszük, és remélem, hogy ez jó felkészülés volt ez a mai, a hibákat pedig át fogjuk beszélni, ugye lesz még edzésünk addig, úgyhogy próbálunk épülgetni hétről hétre. Akkor egy izgalmas, szép kézilabdának nézünk elébe ismételtem. Hát most az, hogy szép vagy nem szép, én azt mondom, hogy most akkor már nyerjünk. Tehát ha egyen nyerünk és nem szép, nekem az is jó lesz, csak szerezzük meg a 2 pontot. Persze, tehát ez a mindenkinek a lelkének azt tesz jót. Tehát játszhatunk nagyon szépen, azért mondom, hogy 45 percig Veszprém, és nagyon szépen játszottunk tényleg le a kalappal kívülről, és ez volt azt gondolom a vélemény. Ameddig bírtuk, addig bírtuk, én erre leszek kíváncsi, erre a végjátékra majd, hogy azt hogy fogjuk. Hát nekem is sakkozni kell persze, hogy lehet játékosokat pihentetni támadás védekezésbe. Mindenki játsza, mindenki tegyen hozzá, de az, hogy az a nehéz, hogy mindenki, akit muszáj, nem az, hogy muszáj, hanem azért kell játszani mindenkinek, hogy tényleg ez a pihenő idő meglegyen, de ha ebből, hogy mindenkinek játszani kell, esetleg 2-3 embernek nem olyan napja van, vagy nem megy, akkor már nehéz dolgunk van. Tehát eddig azt gondolom, hogy nem volt talán ilyen. Reméljük, hogy ez mindig így javulni fog mérkőzésre. Fiataloknál rutin, idősebbeknél ugye a energiafelhasználás, meg a
meg hogy meddig bírják a játékot, meddig vannak ott fejben, meddig tudják szervezni a játékot, tehát ez is fontos, ugye ő nekik kell, tehát az idősebbeknek, idézőjelben idősebbek, mert azért annyira nem vagyunk öregek, nekik kell ugye a fiatalokat bevenni ebbe, hogy mikor mit kell csinálni adott szituációban, ő nekik meg arra kell felkészülni, hogy ott fejbe fitnek kell lenni, tehát nem fér bele az, hogy két-három támadás, mint ahogy most is volt egyébként, elmegy úgy, hogy nem vagyunk biztosak abban, hogy mit akarunk csinálni. A mozgásoknak meg kell lenni, tehát ez még a jövő zenéje, meg az edzéseknek a zenéje, hogy ebben még előrelépjünk.